No, è la lotta. Anche spesso. No, però te se mi chiedi, mi è lo telendestio qua non porto, non ho porto. Sì, io dico, draga. Basszus, kulcs és violin kulcs. Nehéz ám egy kézzel cigit tölteni, vagy mit csinálni, betenni ebbe az ákosba, átkosba. Itt vagyok, nyugi. Áó! Elrettentő példaként szoktam nézni a TLC-n az élet 250 kiló felett. Mindig, amikor megkívánok valamit, akkor mindig úgy örülök, hogy van egy ilyen műsor. Tú, apám. Végtelenül sajnálom őket. De hogy lehet odáig eljutni, hogy ne tudj megmozdulni. És nem mond nekem, hogy azért mennyit teszik. Annak valami lelki oka van, szívem. És van ez a Novzaradán, jaj, nagyon szeretem. Ez egy édes ember, akkora, mint egy kis kerti törpe. De ha tüneményt láttál, van neki egy kis dobogója, ott szokott műteni. Hát, ott szólni, hogy kapcsolják le a műtővilágítást. Semmi újság. Egyéb iránt most keltem fel nem régen. Ittam kávét. Fekszik az ágyba, és az az élete, hogy fekszik, és odahozzák az ágyba a kaját. Hát a franc akarna így élni, te. Na, nem vagyok egy nagy serdepert, elmondanám, hogy ma alig tudtam embert varázsolni magamból, valamelyest, hogy kávét főzek. Leszakad a derekam, a lábamba izomlázva a mindenembe, de hát azért, na. Hát, ha kell, négy kézláb, de megmozdulok. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem tudok beszélni sem még. Azt mondja, hogy nekem még ma online oktatás van. Édesem! Én is szoktam nézni. Úgy, hogy milyen jó? Van viszonyítási alap. Úgy nézegetem magam meg őket, hát mondom, az ét még nem tartok. Borzasztó. Volt egy olyan rész, ahol a hölgyet kint fürdett a férje az udvaron. Barátom, azért, hogy ne férjek be az zuhanyzóba. Az már durva. Na, ez se semmi. Ez se semmi, de hát borzasztó. És nekünk nőknek meg pláne borzasztó, a férfiaknál is, de a férfiaknál ugyanúgy előfordul, ha nagyon meghíznak, akkor egy úgynevezett kötény nő a hasukra. Nem a gyomorra, a hasra. Ami így lefittyen. Hát nekem a második gyerekem után már volt kötényem. Nem is akármilyen. Csikos. Csikos kötényem volt. És emlékszem rá, 82-t írtunk, hát ez nem most volt. És felvettem, Amerikából kaptam egy bugyogót, ami ilyen gumis volt. Hát, hogy a szülés után visszamenjen szépen a hasad. És barátom jött, egy nőgyógyász, ugye hát ott akkoriban az úgy volt, hogy fekszel, mint a vizébe, a hullaházba, mert jön a főorvos úr vizitálni, és egy ilyen húscsipeszerű valamivel, na mindegy, hagyjuk, ne menjünk bele, mert nem gusztusos, és meglátta, hogy rajtam van ez a bugyi. Hm? Kért egy ollót, azt levágta rólam. Szerinted? Szerinted? Te azt hittem, ott megyek neki. Hát akkor nem lehetett itthon ilyeneket kapni. Nem is húzódott vissza a hasam. Na, mert majd ő tudja. Nem is tudom, hogy hívták azt a debreceni nőgyógyászt. Úgy hívták, az volt a beceneve, hogy hentes. De tényleg olyan volt, mint egy hentes. Hmm. Jaj, Novzaradán, nagyon édes pofa. És milyen türelme van a sok hülyéhez, te. Próbálja elmagyarázni, hogy de hát ön juttatta ide magát. Hát akkor elküldöm pszichoterápiára. Ő nem megy el pszichoterápiára, neki nincs rá szüksége. Hát akkor mi a bánatnak vagy itt? Hát ha te jobban tudod, mint az orvos, akkor menjél haza, azt tegyél. Nem értem az embereket.
Ebben nálam jobban nincs, fekszem az ágyon és nézlek. Monor nagy Éva, egyen meg a füledet. Jó neked, én már ülök az ágyon. Fiam, akkora a reggeli adagja, mint nekem az egész napi adagom. Esküszöm, akkora csak a reggeli adagja. De ezt miért közvetítem nektek, ezt ne kérdezz meg, mert momentán nem tudok másról beszélni. Te meg viselkedj, már élőbe vagyok a már. Krákog itt, nézed már. Szép reggelt kívánok, neked is, Péter drága. Dóra Péter, vagy Péter Dóra, nem tudom. Hát, nem zavar, hogy élőbe vagyok? Azt a tajparaszt mindenedet, Margó. Jaj, de szeretlek. Az öreg milyen Miklós? Hernádi? Ihun vagyok-e, Morgan? Szevasz, Katám, édes szerelmetes virágom. Jó reggelt, Mátin, én ezt a műsort én is nézem, a TLC, meg a három óra esküvő. Azt hiszem, az a címe, igen. Na, az is. Megismerkedik a neten egy fickóval. Van ilyen. Én is csináltam ilyet, megismerkedtem. Kapcsolat lett belőle, kettő is volt ilyen. Mind a kettő kuka. És fogja magát, kiköltözik Ecuadorba. Csak mondtam valamit. Tök más kultúra, sose találkoztak, de majd ők összeházasodnak. Tehát orvos mikor látott őszintén? Hát valami szövődmény visszamaradt, te hülyén halsz meg. Dóra vagyok, jól van, drágám. Dórikám édes, jól van, gyönyörűm. Tehát mennyi esélye van annak arra? Hát először el kéne menni, talán meginni egy kávét, vagy teját, elmenni vacsorázni, megnézni, hogy csámcsog-e, túrja-e az orrát, vakarja a fülét közben. Szóval azért vannak olyan dolgok, ami engem taszít. Hát engem a csámcsogással ki lehet kergetni a világból. Volt egy ismerősöm, annak a fia csámcsogott. Borzalmas. Borzalmas. Nem bírom. Hát egyél már csokott szája. Beszélnek közben, és akkor láttam a kajáját. Mert hülyeségből én is kinyitom a számat, ha az unokámmal vagyok. Én is kinyitom a számot, és megmutatjuk, mi van a pofánkba. Máté is, meg én is, de egyébként, tehát mit érdekel, hogy mit rágsz? Na, nézd meg ezt a rihét. Na, habteste, szevasz. Hú, de szar életed van. Te? Jó reggelt, Máté néni, jó reggelt, Binderék. Na, eldobta magát. Szép jó reggel, drága. De imádlak. Timikém, csókolom a szívedet, édesem. Semmit nem akartam. Na, se tudom, ma bánatnak jöttem be. Tényleg nem tudom. Hát vannak ilyen elvetemült gondolatai. Az az igazság, akkor hazudik Géza, mondta Sofi. Várjál már Margit. Mert minden a földön van, fiam. Szóval az az igazság, hogy érdeklődni szeretnék tik tőlete. Várjál már, hagyjál már, bocsom ki rendesen a cigarettámat. Egy fuldokló ember található a cigis dobozon, akinek egy ilyen cső van a gigájában. Nekem tetszik kifejezetten. Nem is szeretném, ha valami virágos kép lenne rajta, vagy nem is tudom. Én? Tényleg én elmehetnék a dohánygyárnak, reklámnak, nem? Erre nem gondolt még a dohánygyár. Na, amiért jöttem, mert viccet mindent félretéve, komolyból mondom, keresnék egy bejárónőt. Nem győzöm egyedül. Van valaki, akinek nincs munkája, és nem lopik, mert a kezét letöröm, azt a hátába szúrom. Mondjuk olyan nagyon nem tudsz ellopni tőlem semmit, de azért nem szeretem, hogyha vagy szeretném, ha lába kérne dolgoknak. Aki budapesti, és olyan készítést érez, hogy Márti néninél bejárónő legyen, van olyan? Gyönyörűséges, szép reggelt, Márti néni, mindenki, aki itt van ezen a borús napon. Jó napot, Mártika és Amáka. Jelen, de csak három után. Mi az, hogy három után? Csodás napot, Mártika, én is nézem mindig a műsort, és mindig elképedek, hogy ez az orvos mennyire akar segíteni. Igen, és nem hagyják.
Én mennék. És pesti vagy binderné? Nekem vidékről ne gyere, fiam, nem tudom megfizetni. Tényleg nem tudom megfizetni, nem vagyok én millió, most ne idegesíts már. De, tehát nem tudok, egy fenékkel egy lovat lehet megülni. 60 évesen meg jó, ha egy felet megülsz. Ó, de kár, hogy nem vagyok otthon, én mennék. Mert dolgozok 3-ig. Aha, szép napot kívánom. Ingyen is mennék. De olyan írjon már, aki tudna jönni most. Nem, hogy így mennék, meg úgy mennék, meg de kár, hogy külföldön vagyok. Olyan írjon már, aki budapesti, és készítést érez arra, hogy 40 négyzetméter, tehát nem 140, nem 60, nem 80, 40. Megettem régen. Egy másfél óra alatt az egész lakásot. Én már rögtön mennék is, csak baj, hogy még az ország és másik. Nagyon vicces. Nevetek én csak belül. Most mondom, hogy olyan ne írjon, de kár, hogy nem, ja igen. Szép napot, Mártin, én dolgozok, de majd visszanézem. Jó van, drágám, sajnos nem, de valamit kitalálok, ha nem jelentkezik senki. Én mennék, csak 2 hetente tudok. Az nekem nem jó, babám. Ó, de kár, hogy nem ott élek. Egyelek meg, drága. Kell egy bejárónő. Mit kell csinálni? Főzni nem tudok. Hagyjál már. De egy bejárónő, az a házvezetőnő, Margit. Fogalmakkal legyünk tisztában. A házvezetőnő, az vezeti a háztartást. A takarítónő, az takarít. Kimos, saja gép, ő kiteríti, összehajtja, ha kell, kivasalja, beteszi a szekrénybe, ennyi. Cigizni lehet munka közben. Itt még be is rúghatsz, csak végezd el a munkádat, mit érdekel engem. Tényleg nem bírom. Te kislányomat hogy kérjem meg? 2 kisgyereke van. Na mikor csinálja meg szerinted? Na mikor? Sose. Hát van annak éppen elege meg melege. Jó. Várom. Hát ha valaki ír. Ja Isten. Tényleg érdekelne. Nyuszi fül, de 3-ig dolgozol, drágám. Nem? Szia, suhikám, napsugaras boldogságom, édes csillagom. Jól vagy, suhikám? Tudom, hogy olyan ne írjon, de én nagyon szívesen, csak Pécs kicsit messze van. Hát igen. Az messze. Nekem budapesti kellene. Egy budapesti hölgy, avagy meleg fiú, aki, hát a melegek azok nagyon tudnak takarítani. Azt hiszed, nem, de jobban, mint egy nő. Én tudok egy nagyon megbízható hölgyet. Írjál már rám, Marikám. Jó reggelt, Márti néni, még mindig nyomom az ágyat. Édesem, jobbulást. Ilyen munkáltató minden ember álma. Cigipia. Na jó, hát azért túlzásokban elsünk. Imádom őket. Nem tudom. Ja, melegeket. Mennék, de hát Szombathelyről nehéz. Igen. Hát Szombathelyről nehéz. Mondjuk ide érsz, de akkor itt is töltöd a hetet. Vagy nem tudom, hogy... Szép reggelt kívánok, Máté Pupika Duna falváról, Pupika szobából. Ragad le a szemem, pedig ki kell vinnem a Mát. Várok. Aki írta, hogy tud egy megbízhatót, az írjon már rám. Azt hiszem Marika volt, ha jól emlékszem. Nem urizálásból, de nem bírom, kicsim. Tehát érts meg, tegnap 10-valahány órát dolgoztam, ma alig tudtam összeszedni magam. Csak addig, hogy felüljek az ágyba. Elküldtem a páromat úgyis, rendmániás. Én éjjel-nappal takarítok, mennék én magához is, csak a baj, hogy ott lakok én is, ahol binderék. Na, szépen vagyunk. Pacsi mindenkinek, pacsi Ilonkám. Pacsi mindenkinek, de édes.
én énekelnék. One, two, back, three. Egy szátangába. Ó, de ha el tudnálak itt képzelni, Gyuri. Nagyon jó beszélsz, takarítás. Tö, szia. Fogalmam nincs, miről van szó. Jó reggelt, munkanélkül. Még egyszer? Jó reggelt, munkanélkül vagyok, szívesen segítek. Nem, ez nem segítség. Nekem nem segítség kell. A segítség a legdrágább. Maradjunk ennyibe, jó? Nem kell segítség. Megállapodunk, hogy mennyiért, és akkor azt kifizetem. Hoztam a videót, hát ha valaki jelentkezik. Megköszönöm, Rábainé. Ez a rohadt cigi meg elalszik, hogy aki ezt kitalált, hogy beleteszi ezt a szart, amit elalszik, megőrülök. Én olyan 40 perc alatt vagyok bent a keretébe, egy héten háromszor be tudok menni, úgyis jó. Micsoda Balázsné Szabó Erika, hát hogy ne lenne jó? Nem két hetente háromszor jönni, ne idegesíts már. Dehogy kell, hetente egy napot kéne jönni. De akkor reggeltől estig itt vagy. Hát nem nagy ez a lakás, kicsim. Tényleg nem nagy. Hát 40 négyzetméter, mi az? De ablakot kéne mosni, én már nem megyek létrára, fiam. Nem megyek létrára. Akkor se fizetsz. Nem úgy ingyen, hogy leessek, nem. Függönyt le kéne szedni, nem szedem le. Hogy tetszik lenni Márti néni, és hogy van a máka? Mindenki jó van. Oké, este beszélek vele. Jó, köszönöm, Marikám. Sóljon, Mária. Köszönöm, Marikám, drága. Úgyis azt fogja mondani, hogy tele van. Rendben, Mátik, abba is benne vagyok. Na, aki ezt komolyan gondolja, az írjon rám, jó? Mert ez így nekem eltűnik. Ez így eltűnik. Nem bírom. Hát most ruhákat el kéne rakjam, kiszedni, kivinni a mát, zuhanyozzál. Nem bírom, gyerekem. Hát nem bírom, hónap meg még megyek megint dolgozni. Hát nem bírom, na. Hát ha nem bírom, nem bírom. Hát most mit kell hőzöngen, hogy bírod? Nem bírod. De tényleg nem. És nem urizálásból, jaj, bejárom, van, mert nem erről van szó, hanem nem bírod, na. Ha hétvége jó, nem jó a hétvége. A hétvége az szent. Neked is legyen szent, de nekem is az. Nem, hétvégézünk itt, hát ki ne találd már. Az Úr napján, fél zsidó, fél cigány asszonynál. Hát szombaton, pláne sőt, vasárnap meg az Úr napja, vahagyjál már. Nem, hétvégén szó nincs róla. Nem térek magamhoz, borzalmas fáradt vagyok. Értem, akkor jó. A hétvége neked is legyen szent, hát dolgozzál hétköznap. Hát a hétvége arra való, hogy feltöltődjél a következő hétre. Pupika Márti néni, Pupika beálltám, drága. Hát igazam van, hát tudom. Hát én is jártam takarítani. Hát el ne hogy egy szombatot vagy vasárnapot bevállaltam. Gyerekfelügyeletet, igen. Azt bármikor. Még akkor is, hogyha ott kellett aludni. Kit érdekel? Hát háromszoros gázsér nyilván. Na, még jó. Ez nem takarítás, az sokkal másabb. De takarítani nem mentem hétvégén, hagyjál már. Zuglói van autója, és nagyon precíz, ráadásul még jó fej is hozzám is jön néha. Marikám, drága, te vagy az én emberem. Kész végeit, be is fejeztem. Csak érjen rá, fiam, férjek bele. Az nem mindegy, hogy beleférek-e. Jó reggelt, Pupika. Pupika, Pupika. Jól vagytok, drágáim? Meg se kérdeztem. Mondom, nézd el, fáradt vagyok. Szép reggelt, Máténén, Pupika, Pupika. Jól vagytok, édeském? Senki nem koronavírusos, remélem. Tedd fel azt a rohadt maszkot, mert meglátlak, azt nyakon váglak, de tényleg. De tényleg, tedd fel azt a rohadt maszkot, meg mosd a kezed megfele. Látod, a fiatalok is hullanak, mint a legyek. Mikor lesz ennek vége? Hát majd egyszer. Mink jó vagyunk, akkor jó van, csinál. Nagyon aranyos Márti néni, engem folytogat a sírás, nagyon nehéz időszakon vagyok keresztül. Még nem, az nem tudom mit jelent, de hogy oké.
Jól, és Mátika jól van. Én nagyon jól vagyok. Fáradt vagyok kicsim, de azon kívül. Szia, Katikám! Pont? Mi pont? Minden szombat délelőtt járok, délután meg boltoskodom, utálom a szombatot. Hát kicsim, az te vagy. Jó reggelt, Mátika és Amáka. Szép napot, Mátika, szeretettel puszillak. Mink jó vagyunk. Engem tesztelnek. Tesztelnek mióta kéten? Tesztelnek. Szótagold. Én nem tudom, a szótagolást miért hagyták ki az iskolából. Ezzel az új tanrenddel. Hát ha szótagolva írod, hogy ma, pa, kutya, macska, ráró. Hát így tanultunk megírni. Most meg ilyen képolvasás van. Madácsi Csegős, jó reggelt. Azt az, drágám. Hát engem is tesztelnek, mindenkit tesztelnek, aki dolgozik. Hát még jó, hogy tesztelnek. Teszteljenek is. Teszteljenek is, drágám. Melyik az a szakma, akinek romokba hever a karrierje? Nem tudom. Ez egy találós kérdés? A régész. Te hülye vagy, ki vagy? Most esett le. Ágoston Márk, de hülye vagy. Véletlen volt. Oké. Okay. Bofsánat. Semmi baj. Melyik az a szakma, akiknek roborba hever? A régész. Óriási. Ez tetszik egyébként, ebben van humor. Jaj, nagyon. Én még azt hiszem lefekszem egy kicsit. Kibírja még a már? Ki hát? 9:30. Nagyon fáradt vagyok. Ne röhögjél! Miért? Szerintem ez vicces volt. Ez az, hogy ünnep hogyan lehet le... Szóval, mi van? És az, hogy ünnep... Mi van? És azt, hogy ünnepel, hogyan lehet leszótagolni? Ünnepel. Mi hogy szeretnéd leszótagolni másként, ha nem így? Na, most azt hitted, megfogtál, mi? Istenem. Szép jó reggelt. Szabin vagyok. Juhú, nagyon helyes, Attilán, pihenjél. Ez jó poén volt a régi, szerintem nekem tetszett. Nem sok ész háborgat ma, téged se. Pő a pő, így, Gyurikám, pő a pő. El ne árult senkinek, mit jelent. Aki tudja, tudja, aki nem tudja, az meg hülyén hal, meg fél. Pő a pő, mindig elfelejtem, pedig be kell írni az agyamba. Szépséges reggelt, Mátika és mindenki, Pupi. Mátika, nem tudom, Jason, dolgoztam Brooklynban, majd 5 évig, nagyon szívesen vállalom heti 1 alkalommal. Mátika, nem tudom, milyen családdal dolgoztam Brooklynban, majd 5 évig. Írjál rám, gyönyörűségem. Én is ma voltam tesztelni műtét miatt. Átszúrták az agyamat, és szerintem azóta is fáj a fejem. Hát szerintem csak, azt csak te érzed, hogy fáj a fejed. Először is másodszor nem fáj annyira, kellemetlen. Nem jó a teszt. De hát mondd meg már nekem, hogy mi jó. Egy ilyen orvosi valamiben semmi. Egy zsidó családnál. Én is dolgoztam zsidó családnál. Írjál rám, Editkém, jó? Csillagom, és akkor megbeszéljük. Figyelj, azt akkor majd Márti néni mazsolálsz. Végül is királynő vagyok, vagy mi az össz. Bár trónom még mindig nincs. Puppedli, kedves Mártika, férjemnek játszom, de mindig, ha elindul Mártika szavait, vedd fel azt a kurva maszkot, nagyon helyesen teszed. Nagyon helyesen teszed. Hát nem, mert előizélitek itt, elhűjülitek, azt hiszitek, hogy halhatatlanok vagytok, pedig nem. Marhára nem, senki nem az, fiam. Aki született, az eddig még mind meghalt. Nincs kivétel, csak szólok, bármennyi lóvéd van. Bármennyi lóvéd van, megpusztulsz. Elébb vagy utóbb, de megpusztulsz. Mi van még itt, mint a Csédi telepen? Na, hát a már befordult. Nézd meg, úgyhogy még alszunk egyet.
Nem, de egyszerre nem tudok még felkelni. Nem, képtelen vagyok. Jó, drágáim, aki ingerenciát érez, hogy Márti néninél bejárónősködjön, ne gondoljál milliókra, tehát ebből nem veszel sarokházat, biztos, hogy nem, de nekem könnyebb lesz az életem, te meg jól szórakozol. Majd jöttem, Popi.